Sziasztok! Egy olyan érdekességgel kezdem ezt a videót, amit szerintem még nem hallottatok, és talán elsőre eléggé hihetetlennek is tűnik majd. Szóval nem kell elhagynunk az Egyesült Államokat, sőt Floridát sem ahhoz, hogy kubai földre lépjünk, és még csak útlevélre sincs ehhez szükségünk. Tampa történelmi negyedében, Ybor Cityben van egy park, a José Martí Park, amiben, hogyha besétálunk, akkor már nem is az Egyesült Államokban vagyunk. Ezt a földterületet ugyanis Kubának adományozták az 50-es években, még Fidel Castro érkezése, felemelkedése előtt. Ez a park a mai napig Kubához tartozik, a fenntartója, gondozója viszont Tampa városa, az ottani amerikai-kubai közösség. És hogyha most szeretnétek hasonló érdekességeket megismerni, akkor tartsatok velünk! Kezdjünk Delray Beach Wall Street-jén, ahová busszal hozzák az Art Deco rajongókat. Csodájára járnak ennek a 75 éves családi háznak. Az építő egy extravagáns, szerelmes férj szívalakú kivágásokat tett a betonkerítésbe. Az épület közepére pedig olyan díszítést, mint egy eltolt esküvői torta. A ház teteje, látjátok, jellegzetesen lapos, egy görbe vonalú csőlépcső visz fel a tetőteraszra. Lekerekített sarkok, hajódíszítések, kajutablakok. Ez az áramvonalas építészeti stílus a 40-es években nagyon modernnek és luxusnak számított. Az egyedi színkombinációt egy híres képzőművész alkotta. Ez az első magánház Palm Beach megyében, amelyet történelmi helyként tartanak nyilván. A kis segítőm készíti nekem a videókat. Mati, nézd ki egy pontot a fán, és akkor ott számolj el háromig, egy, kettő, három, és indulj el lassan felfelé, jobbra vagy balra. Vízszintesen tartsd a telefont, kezd azzal, és elindulsz felfelé szép lassan. Hát, hogyha valami érdekes történik, akkor azt fel kell venni. Ne rángasd, szép lassan, mert különben nem tudja a szemünk követni a felvételt. Az én kis segédoperatőröm. Ügyes. Nagyon szép, ezeket majd használom, jó? A Lake Worth lagunához jöttünk a téli szünetben a kisfiammal. Ez egy sétány, amin végig lehet menni, nagyjából 10 km hosszú. Az ország legnagyobb fáinak csaknem 12%-a található Floridában. Ez a gyapott fa azért is különleges, mert a legöregebb és a legmagasabb fa ebben a megyében. Alig két napja itt fotózkodott Martha Stewart, Amerika házi asszonya, kedvelt televíziós személyiség. Ez ugyanis egy nagyon híres, csaknem 200 éves fa, Palm Beach megye egyik csodája. Elképesztőek ezek a nagy támasztó gyökerek, mint egy fal. Úgyhogy elég biztos lábakon áll, ezért is tudott már sok-sok hurrikán túlélni. Nem nagyon levéldús, egyetlen évszakban sem. Viszont bizonyos időszakokban virágzik, és ilyen tökszerű termése van. Az Amazonas esőerdőből érkezett, a sziget és a templom építésekor került ide. Fenséges fának is hívják, mert az esőerdőben is a többi fa fölé nő. Akár 77 méter magasra is nőhet. Dél-Amerikában nagyon sok dologra használják fel, a magokból szappan készül, a leveléből és a kérgéből gyógyteák, gyógyszerek, afrodiziákum is, rakják párnahúzatba tölteléknek, és hát már az indiánok is használták nyílkészítéshez. A mai napig bútorlécként és szigetelőanyagként is használják. A milliárdosok szigetén vagyunk, annak is a gyönyörű vízparti sétányán. Van itt egy kis kápolna, meg a Flagler Múzeum is, amit már láttatok egy korábbi videómban. Sokan jönnek ide, nem csak sétálni, hanem megcsodálni magát a fát is. Fantasztikus, nem? Gyönyörű. Ők egy 4 hetes babával jöttek ki ide. Itt vannak pihenőpadok, és ott lesz egy angol kert, amit majd megnézzünk. Ezen a környéken van az episzkopális templom is, szintén mutattuk, ugye ott tartotta az esküvőjét Michael Jordan. És most az ünnepi időszakban a bibliai bölcsek érkeznek ide, a templomkertbe, hogy hódoljanak a kis Jézusnak. Több mint 3-an vannak, nem csak Gáspár, Menyhért és Boldizsár. Az episzkopális ugye egy liberális egyház, amely például engedi az azonos neműek házasságát. És a közel-keleti héber származású Jézus náluk nem fehér bőrű, kékszemű, hullámos, szőkehajú,
Látjátok, Mária és József ábrázolása is közelebb áll a valósághoz. Itt a múzeum oldalsó része, és a túloldalon West Palm Beach. Itt a sűrű növényzettől nem látszik, de sokáig ez volt az egyetlen hotel itt a keleti parton, ebben a térségben. 1876-ban építették. És még azt is kiírták, hogy 1 dollár 50 és 6 dollár között volt naponta, hogyha valaki itt akart ebédelni. Halat és teknőst is felszolgáltak nekik. 12 év alatt 4500 vendég szállt meg a hotelben. A kis segédoperatőröm nagyon dolgozik. Egyébként Floridában megtalálható a világ legmérgezőbb fája is, a Manchineel, ami még a Guinness rekordok könyvében is benne van, mint legveszélyesebb fa. Szerintem nagyjából azért már kiírtották, de talán még találni egy-két példány belőle az Everglades-ben vagy az óceánnál. Ahol esetleg előfordulott, biztosan van kint figyelmeztető tábla, annyira mérgező ugyanis, hogy megérinteni sem lehet egyetlen részét sem a fának. A törzsében mérgező savas nedv van, úgyhogy ha a bőrünkre kerül, akkor hólyagos lesz, égési sérülést okoz. Ha pedig megdörzsölnénk utána a szemünket, akkor meg is vakulhatunk tőle. És akkor van egy pici almaszerű termése, ami teljesen halálos. Már a spanyol betolakodók is úgy hívták, hogy a halál kicsi almája. A madarak is elpusztulnak tőle, viszont van egy iguána fajta, egy fekete tüskés farkú, amelynek nem esik bántódása tőle. Ez a fa viszont ártalmatlan és nagyon szép, úgyhogy megölelgetjük. Itt a Flagler Múzeumnál is azért vannak gyönyörű fák. Micsoda törzse van ennek is itt. És ott van a híres Breakers Hotel. És szembe vele egy ilyen gyönyörű épület van. Ez is a vasútépítő Flagler tulajdonában volt. 1893-ban építették. Nem lehet bemenni, de hát ugye a téli rezidenciája volt a családnak. És a másik érdekessége, hogy Palm Beach megyének ez a legidősebb háza. És vele szemben már ott is van a fa. Lehet egyébként, hogy az angol kerthez nem is lehet oda sétálni most. Közvetlenül a sétány és a fa mellett van egy nyitott bevásárlóközpont, és hát mivel Palm Beach a milliárdosok szigete, olyan a közönség is, meg az üzletek is. Elegáns butikokkal és gyönyörű növényzettel. Nagyon jó fotózási helyszínek vannak. A kisgyerekeknek van kirakva szék és egy hűtő, amiből ingyen vehetnek jégkrémet, illetve könyveket. Elvehetsz belőle nyugodtan, azért van kirakva. Nézzük meg a könyveket is. A hűtőben. Az olvasnivalókkal viszont üzennek, hogy milyen lehet egy család. Akár két apukás is. Bemutatják, hogy normális családként funkcionálnak így is. Vannak itt színezők is, zsírkréták. És hát a vécét is meg kell, hogy mutassam nektek, egy ilyen helyen nem minden napi a dekorációja. Egyértelműen nem egy átlagos bevásárlóközpont. Csak egy záró gondolat a könyvekhez, mielőtt tovább indulunk, mert tudom, hogy erre sokan érzékenyen reagálnak Magyarországról is. Tehát, hogy valószínűleg ezek az üzletek, vagy a helyiek, az itteniek egy ilyen demonstrációnak szánták azt, hogy kirakták ezeket a könyveket, mert pontosan az ilyen típusúakat tiltotta ki az iskolákból, óvodákból a kormányzunk. Valószínűleg azt üzenik ezzel az akcióval, hogy ne politikusok mondják meg nekünk, hogy milyen szellemben neveljük a gyerekeinket. Arra a túloldalon voltunk, Palm Beach szigetén. Ez az oldal már itt West Palm Beach városa, és miközben itt keressük az elnöki jachtot, mutatok nektek egy másik érdekességet is. Minden évben az ünnepi időszakban itt a partmenti sétányon homokszobrokat készítenek. Zene és persze kivilágítás is van hozzá. Ez a fő látványosság és a legnagyobb a karácsonyfa formájú. De közelebb megyünk a jachtokhoz, és akkor ott vannak a kisebb homokszobrok. Az első kis szobor mögött ezek itt nagyon modern hajók, de hát ha kiszúrjuk közöttük a történelmit. Elvileg itt szokott feltűnni West Palm Beach-nél. Minden homokszobornak van egy szponzora,
Ennek itt az FPL, ami áramszolgáltatónk. Egy kincses láda. És ez itt már a diótörő. Itt elszórva vannak inkább vitorlások, kisebb hajók. Ezen a múlón ki lehet sétálni, és akkor pont ott szemben van a fa, amit megnéztünk. A jachtok mögött épp most nyitották fel a hidat, vagyis hát most zárják le. Egy nagyobb hajó átkelt alatta. Azon a hídon lehet egyébként a városból átmenni Palm Beach szigetére. Emiatt a szépség miatt nyitották fel a hidat. Hatalmas. Így néz ki egyébként a jelző gomb, amit meg kell nyomni, hogyha szeretnénk átkelni a túloldalra. Ott vannak az éttermek. Ezen a dűnén itt a hátunk mögött játszanak a gyerekek, és akkor mögöttünk van a víz. Amikor pedig megfordítom a kamerát, itt látjátok a belvárosát West Palm Beach-nek. Norfolk, Virginia. Ennél a mólónál a tűzoltóknak is van megállója. Nagyon nagy szerencse kellene hozzá, hogy pont azt a hajót megtaláljuk itt a sok száz között. Szóval az egykori elnöki jacht az 93 éves, és gyakran tűnik fel itt ezen a környéken. Legutóbb az éves nagy hajókiállításon be is mutatták, ott be lehetett menni és belülről is megnézni. Az elnökök közül utoljára Kennedy használta, hiszen itt volt a közelben az elnöki rezidencia, és az anyai nagyapja után nevezte el Honey Fitznek. Igazából 5 elnök hajózott vele összesen, például Johnson, Nixon, a leghosszabb ideig szolgálatot teljesítő amerikai elnöki jacht volt. Rengeteg előkelőség, külföldi vendégpolitikus megfordult rajta, és hát persze a maga idejében az egyik legfényűzőbb hajó volt. Elnöki kabinnal, konyhával, étkezővel, és egy ideig még lift is működött benne. És még a kicsinyített mássa is az ovális irodának. Most már ugye az Air Force One-nal utaznak az elnökök, úgyhogy nincs szükség rá, megváltak tőle, eladták. Állítólag egy texasi olajmágnás jutott hozzá aukción, körülbelül 6 millió dollárért, még a 90-es évek végén. És ennek a képnek az az érdekessége, hogy 5 hónappal Kennedy elnök halála előtt készült, jobb oldalon az elnök kislánya, Caroline, aki sokáig Ausztráliában nagykövetként dolgozott, amúgy író és ügyvéd, mellette pedig Kennedy elnök kis unokahuga, Maria Shriver, akiből felnőttként Kalifornia First Lady-je lett, hiszen ő volt 25 éven át Arnold Schwarzenegger felesége. 4 gyerekük is született. Talán elárulhatom nektek, hogy ő az egyik kedvenc amerikai újságíróm. Akkor vált el a Terminátortól, amikor kitudódott, hogy a színész politikusnak viszonya volt a házvezetőnővel. És a viszonyból még született is egy gyerek. Ezeket a hajókat itt persze ki lehet bérelni. Ez itt egyébként a Lake Worth Laguna előttünk, a sétánnyal. És bár az egykori elnöki hajót nem sikerült elcsípni, találtunk egy másik érdekeset. Ez a mega jacht egy amerikai milliárdosi, akinek szerszámáruházai vannak. 900 üzlet országszerte. A 11 milliárd dollárra becsült vagyonából 350 milliót költött erre a 117 méter hosszú jachtra. Ez pedig már szerintem Fort Lauderdale egyik legérdekesebb épülete. A formája azért különleges, mert a Jetson család ihlette a tervezőjét még a 60-as évek végén. Ez ugye egy amerikai futurisztikus rajzfilmsorozat volt, Jetsonék, a lebegő házak és repülőautók világában éltek. Hozzáteszem, elég jól megjósolták a jövőt, vagyis a mi jelenünket. A távdoktorral, FaceTime-mal, Zoom meetinggel. Ennek az érdekes épületnek a tulajdonosát Kennek hívták, a feleségét pedig Ennek. Így lett a neve Kennenház. Korábban éttermek, klubok működtek benne, ma már banképület, irodaház. Ken egyébként hírhedt drogcsempész és pilóta volt, ide Floridába szállított drogot délről a repülőivel. A kertjében állítólag oroszlánokat tartott, olyan gazdag volt.
repülő balesetben halt meg egy légi bemutatón. Újra Miami-ban vagyunk, és a 80-as években a holokauszt körülbelül 500 túlélője itt tartott megemlékezést. És miközben az átélt borzalmakról meséltek egymásnak, elhatározták, hogy létrehoznak egy emlékhelyet. Hogy soha senki ne felejtse el, mi történt velük. Az ég felé kinyújtott kar több mint 4 emelet magas. Egy alagúton keresztül lehet eljutni hozzá, ahol a különböző táborok helyeit olvashatjuk. És ezen a szimbolikus karon az élet felé menekülő alakokat látunk. Öregeket, fiatalokat. A kar belső oldalán pedig a csuklónál egy tetovált számot. Megrázó szobrokat állítottak ki, csontsovány embereket, ahogy néznek az ég felé. Az áldozatok nevei pedig a márványfalon. Rengeteg magyar név. Nagyon megrázó, de mégis gyönyörű emlékhely. Miami belvárosában vagyunk egy jóval zajosabb helyen, de az itteni 60-as évekbeli kultúrát a legjobban ez az épület mutatja be, a Bacardi ház. A történet röviden annyi, hogy Fidel Castro érkezésekor ugye kiábrudalta Kubából a gyártulajdonosokat, elvette mindenüket, így járt a rumgyártó család is, a Bacardi család. Úgyhogy ide menekültek Miami-ba, itt kezdtek új életet, és itt kezdték el újra az üzletüket. Azután, hogy mindenüket elvesztették. Ott fent a tetején látszik is a Bacardi felirat. Ez ugye a 60-as évek, és ebben az időszakban vált népszerűvé a trópusi modernista építészet. Ennek a gyöngyszeme pedig ez a szokatlan irodaépület. A rumgyár alapítójának felesége Santiago de Cubában még a kezdetekkor az egyik lepárlónál észrevett egy denevért, és ezt jelként vette. Ez lett a cég logója, a jó egészséget, a szerencsét és a családi egységet jelképezi. Ma viszont már nem Bacardi székház, hanem design központ. Innen nézve talán még látványosabb. És ott van a másik, szinte lebegő épület. És jöjjön a slusszpoén a végére, ebben a modern felhőkarcolós városban. Még mindig ilyen villanyoszlopok vannak, mintha Kubában lennénk. Remélem, hogy élveztétek velem a kirándulást és a látványt is. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!